Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 20-a egy különleges nap. Természetesen így van, hiszen ezen a napon van a születésnapom. Igen, én április 20-án születtem. De én most nem az én születésnapomról szeretnék beszámolni, hanem miért olyan különleges ez évben ez a nap. Új hold van. Az azt jelenti, hogy a hold és a nap találkozik az indiai számítás szerint a kos jegyében. Ez jelent egy új irányt, új lehetőségeket, de új hold van, és az jelenti a visszahúzódást, a meditációt, tehát utal arra, hogy nem szabad elsietni a dolgokat. Lesz egy új irány, lesznek változások, de mindent alaposan át kell gondolni. Az indiai számítás szerint a közelben van Uránusz bolygó a kos jegyében, ami szintén változásokra utal. Ez az új hold, tehát a találkozás a nap és a hold között, az pontosan a kármikus csomón van. Ezúttal a felfele mozgó kármikus csomón, Ráhún. És Ráhú szintén jelent egy új irányt, változásokat. És ha egy új hold, vagy egy teli hold a kármikus csomón van, akkor mindig minden esetben finsternis van. Ezúttal egy nap finsternis. De Európából ez nem látható. Tehát van kihatása, de nem úgy nálunk itt Európában, hanem ott, ahol ez a finsternis látható, illetve nem látható. Tehát érezhető ez az energia, ez a kihatás, de nem lesz intenzív. Ráhúval szemben van Kétú. És Kétú az a lefele mozgó kármikus csomó, ami utal a múltra, az érzelmekre, egy belső útra, spirituális területre. Mivel ez a finsternis a kos jegyében van, és a kos jegye felett Mars bolygó uralkodik, ami gyakran a vitákra, a kihívásokra, vagy egy háborúra utalhat, és vele szemben a mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik, ami utal a békére. Tehát ami a politikai eseményeket illeti, most ez a finsternis fontos, hogy legyen-e egy béke szerződés, ez lenne az egyik irány, ez a mérleg jegyének az energiája, ahol Kétú van, és ahol a hold a nap és a felfele mozgó kármikus csomó található, a kos jegye, az jelentheti azt, hogy vannak emberek, akik szeretnék, ha ez a háború folytatódna. És itt van a nagy kérdés, béke vagy háború? Az emberek egy része háborúskodni akar, hiszen pénzt keresnek ezzel. Az emberek nagy része, az pedig békét szeretne. És én úgy gondolom, vagy azt szeretném, ha itt, ebben a kihívásban a béke győzne. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó hatása alatt mindig vannak sorsdöntő események, döntések, változások. Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében halad az indiai számítás szerint, és ugyanazon a fokon van,
mint ez az új hold és Ráhu, és ugyanazon a fokon van, mint Kétu. Tehát ez olyan, mint egy három szög, van itt kapcsolat. A kapcsolat az jó, hiszen Szaturnusz bolygó között és az új hold között és a kármikus csomó között van egy szextil kapcsolat, a vízöntő jegye és a kós jegye között. Ez szerencsét hoz. És Szaturnusz bolygó között és Kétu között, az jelenti a lefele mozgó kármikus csomót, a múltat és az érzelmeket, a mérleg jegyéből szintén egy kapcsolatban, egy úgynevezett trigón kapcsolatban vannak, ami szerencsét hoz. Tehát itt lesz egy jó fordulat, ami a politikai eseményeket illeti. Ami a szerelmi dolgokat illet, Mars és Vénusz bolygó között van egy fél szextil kapcsolat, a szomszédos jegyben vannak, Mars bolygó az ikrek jegyéből hat, Vénusz bolygó az a bika jegyéből, szomszédos jegyek, és az azt jelenti, hogy megvan a vonzalom, megvan a bizalom, megvan a közelség, mint jó szomszédoknál, hiszen a szomszéd jegyben vannak. Merkur bolygó szintén kapcsolatban áll Mars bolygóval és Vénusz bolygóval is, mindkét kapcsolat jó, szerencsét hoz, előnyös, és itt szerelemről van szó, és beszélgetésekről van szó, és itt jól alakul minden. Jupiter bolygó, az a szerencse bolygója, adja a lehetőségeket. Gyakran utal igazságtalanságokra, vagy igazságra is. De Jupiter bolygó szeretné, ha az igazság győzne. Jupiter bolygó a határon van, a halak jegye és a kos jegye között. Az indiai számítás szerint. És ez a határ, ez egy különleges energiai mező, Chandanda, így hívják ezt a területet, és itt halad most Jupiter bolygó, ezen a finom energia mezőn keresztül. Ami az anyagiakat illeti, vagy valamit, amit szeretnél stabilizálni, itt Jupiter bolygó jelenleg nem tud sokat segíteni. Viszont van egy más életterület, ahol addig, amíg Jupiter bolygó itt a napokban még ezen a területen van, segít a spirituális területeket illetően, hiszen ezen a téren hoz majd szerencsét. Ezen a napon új hold van, és egy nap Finsternis. És ezen a napon este 11 órakor tartok egy szertartást, amin részt vehettek. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Itt egy új kezdetről, változásokról van szó. Azon kívül ezen a napon van egy portál nap. És ez a portál nap azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban áll Alkioni csillaggal. És ez egy finom energia mező. Ezeken a napokon van gyógyító erő, és lehetnek változások is, hiszen minden nap felett van egy szimból kép, ezúttal ebb. És itt nem a kutyáról van szó, hanem ebb lefordítva egy embert jelent, és ez az ember bennünket, saját magunkat szimbolizál. Ez lehet egy új kezdet, mint egy újjá születés. Az a fontos, hogy mi saját magunk vegyük kezünkbe a dolgokat, intézzünk bizonyos eseményeket, rendbehozzunk valamit,
Itt döntésekről, egy új irányról, új kezdetről van szó, és ez az új irány, ez kell, hogy egy hangban legyen velünk. És ezért kellene ezekre a dolgokra odafigyelni. Ez a szertartás segít abban, hogy minden úgy alakuljon, ahogy te ezt elképzeled. Hiszen ez az új irány, ez az új kezdet, és ez fontos, hogy úgy legyen, ahogy te ezt elképzeled. A szertartás este 11 órakor kezdődik, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!